sister, igen. Jó, lemerült a telefonom. Igen. Aha, nem kapcsoljuk be a tévét akkor? Most már tudok hozzátok beszélni, mert most már nem a telefonomat figyelek. De nekem még nem merült le, szóval azért vedd már figyelembe, és úgy beszélsz hozzám, hogy nekem is nem merül a telefonom. Ne, bocs. Megírtam volna, hidd el nekem, csak mindegy. Ne tévét nézzünk, hanem van filmet a tévén. De akkor a tévét is nézzük el, nem? Igen, azt is nézzük el, de filmet nézzünk a tévén. Amúgy mostanában nem értem, mi van a wifi-vel. Nekem nem szokott meg. Hát ez izgalmas. Hogy néz ki? Jobban tennéd, hogyha felraknád tölteni ezt a telót. Ja, szépen. Kimegyek valamikor helyet, kész? Virabosbolt.hu, tehát tesók, jön a iskola szezon, úgyhogy szerezzetek be egy ilyet. Mint a nagy kallábam lett. Nagy csónak, evező nem járt hozzá. Azt a rohadt, de helyes vagyok. Fú. Te sovány lettem. Az igen. Fú, hát a hajam az szar. Örülök neki, hogy belepújtam Balázs bőrébe.
Hú, de magasan vagyok. De mély lett a hangom. Hú. Jó, te iszonyos vagyok. Nem bírom ezt a magasat. Jó. Ez jó nagy. De jól nézek ki. Igaz, hogy egy kicsit magasabb vagyok, de... Jó, ez nagyon jó. Az a baj, hogy nekem a fiúk tetszenek, de... Minden lánynak bejönnék. Az a helyzet. Történt itt. Pici a lába. Hol lett ilyen pici a szeme. Jézusom, mi történt? Fülbe való? Nagyon kemény vagyok. De eljött a pillanat. Uramisten, ez mekkora? Nem merek elmenni a WC-re. Nem tudom, mi lesz. Muszáj lesz. Nem tudom, hogy kell. Ez meg mi? Mi ez a kígyó? Miért veled el van nekem? Mert a fiú testvérem vagy. Igen? És? Ő meg lány. Neki sem mutatod. Ugyanúgy. Nem mondom el neki, mert kicsi. Még nem érti, még pici. Ne haragudj. Láttam a neten egy ilyen bájitalt. Egy ilyen misztikus völgyekbe csinálják, össze kell keverni, megkeverik, boszorkányok főzik, meg minden ilyen hülyeség. Van leírva, de szerintem a feleség az. Lehet, hogy Pista bá csinálja a pálinka főzdébe. Meg kéne rendelni, mert ez erre van kitalálva. Rendelni? Milyen korálkások? Test, csere, ital. Ezt nem hiszem el. 10 000 forintért ezt az italt, ami alig egy csepp. Úristen. Hát. Hogyha ezt Kamilának nem mondjuk el, akkor össze tudjuk hozni. Uh-huh. Elvileg azért cseréltünk testet, mert túl erős volt a szeretet, és összekoccantunk, és így... Érted? Túl erős volt a szeretet. Össze kéne dobni, várjál. Nézzük meg, hogy mennyi pénzünk van, jó? Jó. Várjál, ez... Ez 240 forint.
Kamillának muszáj lesz elmondanunk. Igen, mert ő neki rohadt sok pénze van. Végre! Nagy vagyok! Mehetek elkölteni a pénzemet, mehetek bulizni végre! Ez az! Egy már innen! Hú, de jó, végre! Ez az! Ez az! Kamilla, beszélnünk kell! Beszélnünk kell! Beszélnünk kell! Te mit kamillálsz volna engem? Bocs. Te vagy Kamilla! Nem, én Balázs vagyok. Neked mi bajod van? Na, szóval, annyi a lényeg. Én Benedek vagyok, nem látod rajtam? Mindegy. Na, hát mondanom kell valamit. Ugye, van egy ilyen bájta. Te milyen bájta? Hallgass meg először, jó? Van egy bájital, ami 10.000 forintba kerül. Nekem ne bájitalozz itt, mert engem ez nem érdekel. Én Benedek vagyok, megvan az én saját boldog életem. Engem ne is piszkáljatok várja, ezzel. Várja, hogy mondjak már valamit, légy szíves. Légy szíves. Balá! Kamilla, hagyjál engem békén. Várjál már! De Kamilla, bocsi! Mi? Igen, Benedek, jól mondtad. Jó, bocsi, Bede, bocsi. Igen, Kamilla, Bede vagyok. Vagy hogy hívnak? De jó, te sőt, vagy Kamilla! Jó. Nem, hagyjál! De van egy bájital, azért... Bede! Kamilla? Te mit kamillázol engem? Nem Kamilla vagy. Te is tudod, hogy testet cseréltünk. Mi? Hogyha... Ide figyelsz! Igen! Te most éppen az én test... Mindegy, az a lényeg, hogy én vagyok Bede, és te pedig Kamilla vagy. Kérem vissza a testem. De egy... látsz, hogy Benedek vagyok. Nézd ide. Én Benedek vagyok. Nézd ide. Mami, segíts. Ne csapkodj, ide figyelsz. Van egy bájital, ami helyre rakná az egészet. Elmegyünk érte, neked soki pénzed van amúgy is. Jó van, na, indulhatunk? El kell mennünk, mert nem tudunk rendelni online. Utána néztem, és nem szállítanak ki. DHL meg köcsög, mert nem hozza ki. Mert sok pénzért hozza ki. Elmegyünk? Akkor indulás. Elég a rinyálásban most már. Megértetted? Jó, nyugalom Balázs. Furcsa, hogy Kamillához beszélek. Meg Balázshoz. Eléggé furcsa. De... muszáj lesz megoldanunk ezt a helyzetet. Úgyhogy el kell mennünk azért, az italért. Fel vagytok készülve? Uh-huh. De tudod az utat, hogy merre kell menni? Igen. Biztos? Az operenciás tengeren túl kell menni. És ott valahol 200 méter. Meg tudjuk csinálni, igaz? Igen. Igen. 3, 2, 1, tesók! Hú, hát ez nehéz. Furcsa volt, hogy neked ilyen nagy kezed van. Tudom. Nekem is. Más is nagy. Légy szíves, ezt még egyszer nem mondd el. Tudod, hogy miért nem mondd el? Azért, mert...